A pénzintézet 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti 3 fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Az első kiválasztottak közül Bakosi Péter és Závacki Bálint ezúttal is ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Íris először írhatta alá a szerződést, amelyet a társadalmi szerepvállalást és a helyi értékek támogatása szem előtt tartva készített el a Takarékszövetkezet. A mai nap is egy öröm volt számunkra, itt az edzőknek a beszámolóit végighallgatni, hogy milyen eredményeket értek el. De azon kívül, hogy számunkra öröm, úgy gondolom minden nyíregyházi, vagy minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embernek is ez egy büszkeséggel tölthet el bennünket. Laskai Íris újoncként került a támogatottak közé. A 12 éves asztali teniszező az elmúlt hétvégén a magyar válogatott tagjaként aranyérmes lett az osztrák nemzetközi bajnokságon. Magyarországon magasan megelőzi a korát, tehát itt gyakorlatilag minden ranglista versenyt megnyer, és ő az, aki benne van abban az európai asztali tenisz programban, ahol 30 gyereket összegyűjtöttek, Magyarországról egy fiút, egy kislányt, ő a kislány kiválasztott, akit a 2020-as és 2024-es olimpiára készít fel az Európai Asztali Tenisz Szövetség, hogy az ázsiai hegemóniát valamilyen úton megtörje vagy ellensúlyozza. Bakosi Péter pénteken kéthetes edzőtáborozást utazik Tenerifére, ahol szeretne formába lendülni a szabadtéri szezon előtt. A fiatal magasugró, a 226 cm-es Európa-bajnoki, illetve a 229 cm-es olimpiai kiküldetési szintet célozza meg. A mostani felkészülésem sokkal más, mint az eddigiek voltak. Eddig nagyon jó volt a felkészülésem, sajnos ugye a téli szezon az nem úgy sikerült, ahogy én terveztem, ott voltak problémáim, volt egy törés, amiatt ugyebár az egész szezon utána elúszott, de nem bánkódok, haladok tovább, és szeretném, hogy megcsinálni a szintet ugye nyáron mindenféleképpen. A golfozó Závacki Bálint tavaly junior bajnoki címet szerzett, a felnőttek között második lett, és valamennyi nemzetközi versenye után felállhatott a dobogóra. A 14 éves sportoló az idei évben a világranglista pontot adó viadalokon szeretne lehetőleg jobban szerepelni.